Varga Franciska a Momentum színeiben került be a megyei közgyűlésbe, de kilépett a pártból idén márciusban. Varga Franciskát a Momentumból való kilépése után megkereste a Jobbik, hogy szeretnének vele együtt dolgozni. A képviselő azt mondta, jó az együttműködésük, és szeptembertől a megyei közgyűlés Jobbik frakciójában politizál tovább. Leginkább Pest megye 12-es választókerületében szeretne tenni az emberekért, mondta korábban híradónknak. Mostantól pedig a ceglédi Jobbik elnökeként folytatja politikai pályafutását.